Sziasztok! Úgy látom, hogy körülbelül meg vagyunk, illetve meg leszünk. Lassan belekezdek a felvezetőbe, úgyis sokat tudok beszélni, úgyhogy addig majd beérnek a többiek. Azt tudni kell, hogy tavaly úgy annyit készültem, sem ennyit, így Imi szólt, hogy 4-kor te jössz. Följöttem egybe egy laza, 400 szem, tudod, úristen. Nézett mindenki, egyből egy ilyen lájtos pánikrohammal indítottam a izét. És, de jól sikerült igazából, elbohóckodtam, vagy másfél órát. Nem tudom, volt tavaly valaki? Milyen volt amúgy? 1-től 10-ig? Jó, köszi. Hát most nem rögtönöztem, 7 oldal jegyzetet írtam, nagyon rendes tanuló voltam. Szerintem jól felkészültem. A tetoválásoknak a tartosságáról szeretnék beszélni. Szerintem ez egy olyan téma, ami mindenkit érdekel, aki ezzel foglalkozik, mert hogy nem 2 éves, meg 3 éves tetkókat szeretünk készíteni. Mielőtt belekezdenék, hát engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Timár Ottóként látta meg a napvilágot, Timár Otte lett a művész nevem. Dunaújvárosban születtem, 3 műszakos, esztergályos, predesztinált sorsot szánt nekem az élet. Aztán nem így döntöttem, és tetováló lettem. Egész más volt akkor a tetoválás, egész más volt akkor elkezdeni tetoválni, mint ma. Sokkal kötöttebb stílus volt, mint most, de azt hiszem, hogy átvergődtem így a nehézségeken, és akkor eljutottam ide hozzátok. Hát igen, ott volt egy 97-es évem, az durvára sikeredett, ott felgyújtottam a pecót, meg találtam egy hullát, úgyhogy anyám... Ja, az a vicc, ez nem vicc. Ráléptem az erdőbe, de tényleg nem akartam megtalálni, de így hozta a sors, hogy ott kereszteződtek az útjaim. Igen, hát utána megjártam Balatont 20%-ba, egy pszichésen terrorizálós főnökkel, Medve Ákosnak, mond valakinek valamit? Nem, a Quimby első dobosa volt, de annyira szét volt csúszva, még onnan is kivágták. Ő volt a főnököm, és azzal indult a karrierem. Utána viszonylag jó csillagzat alatt lehettem, mert hogy így hamar külföldre kerültem, és ott viszonylag sikeres utat jártam be. Amit akkor ott letettem karrierbe, abból élek a mai napig. Most már nem... Volt egy felívelése, nem tudom, a Oravec Szabi azt hiszem, hogy beszélt erről a tetováló karriernek az ívéről, aztán, hogy ki mennyire tudja azt a görbét tartani. Manapság teljesen átrendeződött ez a piac. Régen úgy működött, hogy jöttek a magazinok, ők voltak a hozzáértők, ők keresték a tehetségeket, és aszerint lett valakiből híres, vagy elismert tetováló, hogyha ráállt egy ilyen magazin. Most már ez egyáltalán nem így van, csinálsz egy vagy jó, vagy nem jó munkát, most senki ne vegye magára, rádobsz egy 100 eurót a Facebookon, és lesz 10 000 lájkod, és menő vagy. Tehát ilyen szín, most nyilván ez nem így működik, kell a minőséget hozni, meg produkálni, de sajnos az van, hogy most már egyrészt nagyon jó, mert mindenki teret kap. De ez is ugyanolyan, mint a demokrácia, hogy elhitetük velünk, hogy ugyanannyi az esélyünk, aztán persze nem most szálljál már egy médiabirodalommal szembe egyedül, hogyha akarsz valamit elérni egy választáson. Ez ugyanolyan, hogy itt is az van, hogy akinél tőke van, az kerül be hamar az elitbe. Viszont vannak olyanok, akiket nem lehet megkerülni, olyan tehetségek. Az, hogy valaki szépen tetovál, jó tetovál, ez nem jelenti azt, hogy tartósak lesznek a munkái, és itt érnék rá a mondani valómra. Az, hogy... Na, várjatok, van képanyag is. Elfelejtettem, sokszor van ilyen, hogy elfelejtem. A feleségem itt ül, ő tudja legjobban így kérdezni egy mondatot, és másfél óra múlva így megkérdezem, hogy mit kérdeztél? Na, a boom. Az elmúlt években, azáltal, hogy a tetoválás... Hoppá, nem csalunk. Az elmúlt években azáltal, hogy a tetoválás kinőtte a szubkultúra kereteit, egyre szélesebb társadalmi tömegek tudott megérinteni, és ezáltal a média meg a divat szakma is rá pattant erre. Egy bőséges figyelem és tőke áramlott ugye a tetoválás iparágba. Ezt azt hiszem, hogy egy olyanból loptam ezt az alsó képet, hogy a tetoválások eltávolításának a fejlődése,
millió dollár szinten az USA-ban. Na most ez világszinten nyilván felszorozva ugyanígy van. Olyan adatokat 2010-ben csináltam egy online tanfolyamot, és akkor kellett, hogy ilyen megkapjuk ezeket a banki jogokat. Prezentálni kellett a CIP bank felé, hogy milyen iparág ez, igazából nekik fingjuk nincs, ráadásul ők a Vatikánnak a bankja, úgyhogy aztán ott meg pláne nincs. És olyan adatokat tudtunk valahogy valamilyen úton módon megtalálni, amik nem igazán publikusak, de sikerült rájuk lelnünk. Az évi 2010-11-ben az éves fejlődése a tetoválóiparnak 100%. 100%-os fejlődése van. Kínáról szokták mondani, hogy óriási fejlődése van, 20%-ot produkál Kína. Tehát a gazdasági növekedése Kínának 20%, ezzel vezető nagyhatalommá lett két évtized alatt a világban. Na most a mi kis, mini kis szubkultúrái szekta közösségünk 100%-ot produkál évente, úgyhogy lehet, hogy egyszer majd Kínát is lenyomjuk. Szavazzatok rá! Áramlott be a tőke, ugye jöttek a kis, mit tudom én, Infinitik, meg a röppenő madarak, a csillagok. Sokszor kinevetjük ezeket az embereket, akik ilyeneket varratnak, valahol viszont nekik köszönhetjük azt, hogy itt állhatok és beszélhetek nektek ezekről a dolgokról, mert elérte azt a csodálatos, különben ez a budapesti konvenció, én minden évben leeresztem az arcomat, de ez az arc leeresztőm, mert azt hiszem, hogy szuper, szuper, szuper tetkós vagyok, aztán eljök ide, megnézem, hogy a következő generáció mit pirít, és egyből izé csöndbe vagyok. Nagyon-nagyon örülök neki, óriási a fejlődés, nagyon sok pénz áramlik be, kis Infinity-re a 10-es, vagy az 50 euró, vagy a 100 euró, ez mind megy be a szakmába. Tetoválók általában nem költekeznek annyira, mert mindig csak mit vegyünk? Festéket. Meg mit tudom én, új gépet. De igazából nem használják úgy ezt a tőkét, ergo nagyon sok pénz visszaáramlik a fejlesztésébe az eszközöknek, a festékeknek. És ennek a folyamatnak az lett a vége, hogy iszonyatosan megéri ma már ebbe az iparágba beleszállni. A 100%-os fejlődés azt mondja ki, hogy 100 eurót raksz bele, mint befektetést, akkor 200-at veszel ki. És ez egy szinte teljes garancia arra, hogy nem bukod be. Ergo mindenki elkezdett mindent fejleszteni, már minden szart lehet kapni. Tényleg már mi az stencillemosó folyadék? Hallod? Az nagyon súlyos. Hát tényleg már, amit nem. Tehát, hogy na mindegy, lehet egyszer így csinálhatnak ilyen ötletgyárat, hogy még mi nincs. Azért, ja igen, viszont mi van, mi nincs, miből van hiány? Az egyedüli, amit nem kaphatsz meg igazán egyszerűen, az a tudás. Van egyrészt egy ilyen elég rossz, szerintem rossz hozzáállás a szakma részéről, nagyon zár és nem akarja, hogy, hogy nagyon felhiguljon, amit érthető. Minden emberi közösség igyekszik a saját életterét megvédeni, ugyanígy van ez a tetoválókkal kapcsolatban. Viszont ez azt is okozza, hogy nem fejlődik olyan ütemben a technika. Mármint a tetoválásnak a tetováló tudás. Vannak tök jó gépek, meg lehet venni egy, mit tudom én, most mondok valamit, egy Scient, de viszont nem adnak mellé tudást, hogy hogy kezeld, ergo mindenki ugyanarról a pontról indul, kiben mennyi tehetség van, vagy mennyi szorgalom, vagy alázat, aszerint jut el egy pontra. Nagyon nehéz tudáshoz hozzájutni, azért vagyunk itt, mert titeket érdekel, szeretnétek valószínűleg infókat fölvenni, és azért hallgattok meg, nagy tisztelettel köszönöm nektek, hogy meghallgattok, és azért hallgattok meg engem. Azért gyűltünk itt ma össze, hogy mondaná a jó pap. 15 éve tetoválok, és ezáltal van némi tapasztalatom arra vonatkozólag, hogy mi az, ami működik bőrön, mi nem. Pont most esett le egy Tóth Bogi nevű lány volt tegnap nálam, amikor dolgoztam így dumázgatni, és akkor így kérdeztem, hogy mit mond rólam a szakma, és akkor mondja, hogy jó, te a nagy öregekhez tartozom. Mondtam, fú, hát igen, eltelt 15 év, megöregedtünk. Mi vagyunk az a generáció, ugye a Zsoltiék meg a Boriszék generációja már úgymond nem öregedett el, de már ők, akik az első generációk, és akkor jött ez a Müllner, Csabi James, és az a korosztály, mindenki be tudja magát sorolni, aki, hogy ki hol van benne, és mi vagyunk ez a második generációs magyar tetováló. Viszonylag jók a tapasztalati úton megszerzett tudás,
anyag mögöttünk, mivel sokat láttunk, már vannak 10-15 éves tetkóink is. Hát ezt próbálom átadni nektek. Rólam, meg nem tudom, nyilván ismeritek a munkáimat? Jó, oké. Rólam azt kell tudni, én nem hiszek ezekben a nagyon realista, meg nagyon textúrázott dolgokban. Szeretem a nagy felületeket kontúrokkal megtámasztva, de erre majd ki fogok térni az előadás során a technikai résznél. Illetve arról vagyok úgymond híres, hogy viszonylag jól tartanak a tetoválásaim. Ez azt jelenti, hogy nyertem már Kasseli Expón első díjat egy 6 éves tetkómmal színes kategóriába. Úgyhogy 2 hetes legyógyulás mellé rakták. Annyira sikerült telipumpáljam szegénynek, majd erre is kitérek, hogy hogy megy, pigmentel, hogy az még világított 6 év után is. Na hát akkor induljunk el. Most kezdődik a buli. Igen, bevitt pigmentek. Tehát a véleményem szerint a tetoválás tartóságát a következő tényezők folyásolják be. A bevitt pigmentek minősége és mérete, ez kapcsolatban az UV állósággal és a pigment golyók átmérőivel, kitérünk rá. A bevitt pigmentek mennyiségével, itt a technikai rész lesz fontos, illetve a test ellenállásának csillapítása. Majd fölvázolom, hogy mi tartja be, mitől marad benn a festékanyag a bőrbe. 2 helyre távozhat, vagy belülre, vagy kívülre. 3. pont az ábra szerkezete és kontrasztja, nyilván ez is ez már koncepció. A gyógyulás minősége nagyon fontos, nagyon sok elveszhet a gyógyulás alatt, és a tetoválás utóélete, avagy az UV-védelem és a hővédelem, de ez már majd a vendégünknek a hozzáállásából fog adódni, hogy mennyire fogta fel, hogy micsoda szerencse érte, hogy megvartuk. Hát a pigmentekkel kezdeném. Taram. Itt vannak így a körülbelül, ez egy nem tudom, nem túl friss, de nem olyan régi adat. A festékgyártók, hát ennyi fajta festékgyártó van. Mindenki válassza ki, hogy melyik a jó. Hát nyilván vannak jobbak, rosszabbak. De a bevitt pigmentek miensége talán a legfontosabb tényező a tetoválás élettartamát illetően. 2 fő szempont szerint osztályozzuk a pigmenteket. Az UV-állóság az azon tulajdonsága a festékanyagnak, amely a káros UV-sugárzás bontó hatásának áll ellent. Általában óraszámban határozzák meg a pigmenteknek, amikor fejlesztik a pigmentet, akkor az UV-állóságot óraszámban határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen, most nem tudom, hogy mérik, gondolom nem szoláriumba küldik az ember, de van erre vonatkozólag az UV-sugárzásnak a pigmenteket úgy kell elképzelni, hogy golyócskák, ez nyilván mindenki számára világos, aki egy kicsit is belement ennek a technikai részébe. Az alacsony frekvenciájú UV-sugárzás megrepeszti a pigmentnek a külső felületét, és mint hogyha kőgolyó lenne, megrepedne a első kéreg, és lehullana. És egyre fogy el, úgymond a pigment. Hogyha nagyon pici az átmérője a pigmentnek, akkor befelé el tud távozni. Erre voltak azok a régi jó kis Time Machine sárga, hogy kiküldted a napot, aztán 3 év múlva nem volt benne semmi. Ezek nem voltak jó UV-álló festékek. Például vannak ezek a kevert színek, például hogyha egy zöldet kékből és sárgából keverik ki, és a két színnek, a két festékanyagnak a UV-állósága nem ugyanolyan óraszámba, mondjuk a sárgáé 600 óra, a kéké meg 800 óra, akkor nyilván miután a sárga elkezd lebomlani, egy idő után eltolódik. Biztos láttatok már, hogy így más színű lesz a tetkó, hogy évek múltán. Ez azért van, hogyha a kever színeknél vannak ezek a problémák, és érdemes, itt látható egy ilyen etikett, az Eternálnak egy felirata, van mindig egy ilyen CL szám, ott az jelzi a pigmentnek a számát. Pigmenteket általában Indiából, Dél-Kelet-Ázsiából veszik ezek, vagy ásványi, vagy növényi eredetű festékanyagok, és különböző ilyen laborokba őrlik le a megfelelő méretűre, majd higítják általában itt izopropil alkoholt, és
vicshézelt raktak hozzá, az Eternál ezt használja. Ebből alakul ki a festék. Na most általában mindenki ugyanazoktól a pigment cégektől rendeli. Igazából, ha kitalálná bármelyikőtök, hogy egy hangzatos nevű festéket létre akar hozni, akkor megrendeli ezektől a cégektől, behozza, összekeveri, betölti tubusokba. Volt egy idő, Valdi mond valakinek valamit, még őskorból. Ő magának keverte a pigmentjeit, abszolút ilyen rendelt pigmentporokból. Nem tudom milyen eredménye, nem láttam régi Valdi melót. Minél kevesebb a CL, tehát az összetétel, majd látjátok a festékflakonokon, egy-egy pasztelloszín 5-ből keverik össze, annál nagyobb a rizikó arra vonatkozólag, hogy megváltozhat útközben a tetoválásnak a színárnyalata. Igazából nem kell vele foglalkozni, de hogyha valaki tényleg nagyon-nagyon tartós, mondjuk így fanatikusa lesz annak, hogy tartós tetkót csinál, akkor érdemes minél kevesebb pigment, minél tisztább pigmenteket használni. Minél kisebb a pigmentszám, annál tisztább a festék, illetve annál kisebb a rizikó, arra nézve, hogy megváltozik. No! A festék az pigmentgolyókból, vívőanyagból, és itt a vicshézelnél a gyógyulás serkentőből áll. Ott elkezdődnek a folyamatok a bőrön belül, és ez jó, hogyha van benne alapból is egy ilyen gyulladásgátlószer. A pigmentek átmérőiről beszélnék nektek. Jelenleg ott tart a tetkóipar, hogy igazából bárki készített festéket, mindenféle tudományos elbetartása nélkül. Staram! Valaki egy jó festék? Így érkeznek meg, tehát mondjuk át ilyen kis tasak, tudod, ilyen drogos tacsakba átrakják, de körülbelül így néz ki, mikor egy nyers állapotában van, és ebből van az összes festék, innen jön. Ezek általában India, Szumátra, meg ilyen, de milyen zsír az a pálinka, a cefrés, a sárgában, nem? Hát figyelj, ez van, tudjuk legalább, hogy honnan jön, nyilván sterilizálják, meg csíramentesítik, tehát így nem lesz tőlük kolera járvány, de tudja mindenki, hogy mit pumpálunk a bőr alá. Szoktak ezzel rúgózni a úgymond laikusok, még mindig van egy ilyen része a világnak, aki ezt nem akarja beengedni, hogy már egyre többen vagyunk tetováltak. Ők azt szokták mondani, hogy ez mindenféle egészségkárosító, meg bőrrák, hát nem tudom, én még nem találkoztam. Találkozott valaki annal, akinél bőrrákot okozott? Nem? Nem, ugye? Nem, na mindegy, cigit meg mindig lehet kapni, de mindegy. Piac önmagát szabályozza elvileg, ami azt jelenti, hogy a jót veszik, a szart meg nem veszik. Mivel mindenki csinál pigmenteket, kialakul itt szépen a piac, általában továbbajánlás van, mit tudom én, a XY ezt használja, és akkor megveszem a színsort, mert azt hiszem, hogy akkor én is a jó fogok tudni tetoválni, de igazából egy ilyen átajánlásszerű, inkább a marketing része, de hát nyilván itt már eldurvultak itt a piacon az indulatok, láthatod, hogy kinyitod a Facebookot, és akkor, hogy lemaradtam valamiről. Mert hogy annyi új info, én már nem is vagyok hajlandó ezt követni. Az ilyenekből lesznek ezek a morgós old school-osok, tudod, a végén. Faszom, úgyse marad benne. De tényleg ismertek ilyeneket, nem? Hát az nem működik a bőrön. Igen, veszik a rosszat, nem veszik, a jót meg veszik. Alá lehet szaladni, mert néha van olyan festék, amelyen nagyon könnyű dolgozni, aztán persze eltűnik idővel a sárgája, vagy mit tudom én, a narancssárgája. Nem túl időtálló ezek Time Machine festékek, mond valakinek valamit. New Generation vagytok, nem, mindegy, az katasztrófa volt, meg volt egy olyan, hogy Premium 2000, tribál fekete, eltűnős. Király volt, csak itt a, végülis mindig van meló, mert újra kell ütni egy 3 évente. Hogy miért van ez így, nézzük meg a pigment beágyazódás alapelvét. Ahhoz, hogy a pigment rétegbe bejuttatott festékanyag beágyazódva ott is maradjon, annak alapfeltétele, hogy se kifele ne tudjon távozni, illetve se belőle ne tudjon felszívódni. A kifelé a vérnyomás nagyon ellenáll nekünk, tehát hogyha valaki így beredbullozik,
ismeritek a sztorit, nem lehet egyszerűen belepumpálni, mert hogy az állandó ellennyomása a vérnek, az nem engedi be, vagy mondjuk van olyan, akinek ilyen véralvadási gondja van, olyanba is bele lehet szaladni, hát lehet szívni néha bizonyos bőrtípusokkal. A gyógyulás első szakasza nagyon fontos lesz, de itt majd külön kitérünk még rá, illetve befelé ne tudjon elszivárogni a hajszál ereken keresztül. Na most azt kell tudni, hogy az emberi szervezetben a kapillárisoknak a... Kapilláris az a hajszálér. Azoknak az átmérői a felső rétegeibe, a bőrnek az alsó rétegeibe, a szervezet felső rétegeibe, azok olyan 5 mikron átmérőjűek, és minél haladunk lefele, annál nagyobbak lesznek, és olyan, amit még hajszálereknek mondanak, azok olyan 10 mikron átmérőjűek. A festékgyártók általában 5 mikronra őrlik le ezekbe a malmokba, amikor ezt megveszik a port Indiába, és akkor behozza utána ilyen labor, mi az, malmokban őrlik ezeket a festékanyagokat a megfelelő méretre, ezek 5 mikronosak. Igazság szerint nincsen mögöttük tudományos háttér. Tehát van egy ilyen, ki csinálja, valamelyik tetkós csinálja ezt az Eternát, elfelejtettem, 30 év tapasztalata, viszonylag rátapintott, de nincs mögötte tudományos ismeret. Egyetlen egyről tudok, én is tudok sokat beszélni, az a csáv annyit tud beszélni, hogy menekülök előle. A Paulo Fernando nevű arc, ő ezt az Electric Inket készíti, hát Brazíliában, ez is előnye a szegény országoknak, ugye hozzánk is jönnek Audit gyártani, ott meg mondjuk festéket tudnak jól fejleszteni, mert Paulo Fernando az nem szarra gurított, bement a brazil, mit tudom, milyen főegyetem mikrobiológiai tanszékének főprofesszorához, és megkérdezte, hogy mennyit keres itt egy hónapban. Mondta az ember, hogy 1200 eurót, és akkor mondta, hogy én adok neked 3-at, gyere velem, csinálunk festéket. És úgyhogy az emberünk az így átpártolt a festékgyártás, ott nagyon durva, egyszer mutatta, ott vigyázz, akárhol megy a világba, hogy bejelentkezik így a kis telefonjáról, és akkor mondja, hogy Juan! És akkor már állnak sorba, ilyen, mint a vírusban, ilyen cuszba vannak az emberek, tudod, így állnak sorba, ilyen csoportképre a laborba, és akkor integetni kell, integessetek, tudod, nyomj. És akkor folyamatos ellenőr, mikor mennek be a kamionok, akkor mutatja, ilyen sterilizálják a kamiont. Hát mondjuk ott az esőerdőben azért ez az akad, ami így nem biztos, hogy jó a festéknek, ha belekerül. A lényeg, ők nagyon rámentek a testet vizsgálva, mikrobiológiai elvek szerint fejlesztik ezeket a festékeket. Én azt mondom, hogy tapasztalatom szerint 2009-ben használtam először Electric Inket. Először nem tetszett, de azóta esküszöm a zöldjeire. Tehát aki retina kiégető zöldet szeretne belepattintani, az olyat vegyen. Nagyon-nagyon jól tartanak. Kanári Yellow-ját használtam, mindig egy ilyen olyan dolog, hogy vagy megmarad, vagy nem, elég hamar lenapoztatják. Most láttam egy 5 éves munkám, hogy gyönyörű benne, tehát tényleg világítós. Őket tudom ajánlani, nem marketing rész, csak ezt ismerem, erről tudom. Akinek baja van valamilyen festékkel, vagy nem jut dűlőre vele, annak ajánlom, hogy szerezzen be tőlük. Ők róluk tudom, hogy van mögöttük tudományos háttér, ezért merem ajánlani. Nagyon fontos a külső hőmérséklet. Az 5 mikron, illetve 10 mikron, már németül teszem, a 10 mikronos méret az 22 és 26 Celsius között van. Az azt jelenti, biztos találkoztatok már olyannal, 40 fok, folyik ki a gumikesztyűből az izzadság, csöpög a könyökünkön, húzzuk a vonalat, és pak, körülbelül ilyen lesz. Hopp, ja, kapillárisok, kimaradt. Taing, jó, ez mondjuk durva, érted, ezt a Google-ről szedtem. Nem az enyém, esküszöm. Hát beleszaladhatsz belkaron simán egy 40 fokba. Annyira kitágul ez az 5 mikronos felső átmérője a hajszálereknek, hogy amikor belekerül a pigment golyó, mint egy csatornába, visszajövünk, mint egy csatornába végig áramlik. És hogyha el tud jutni olyan messzire, akkor lesznek ezek a blowoutok, itt mutatok még ilyen Google-isat, látszik, ugye? Ez elvileg sokszor eltűnik hónapok múltán, de mondjuk, hát ez nem fog. Hogyha ki van tágulva a meleg miatt a 5 mikronos átmérőjű
hajszálér, akkor az 5 mikronos átmérőjű golyócska bele tud menni, és el tud rajta keresztül áramlani. Ennyi a lényege, ezért folyik meg, hogyha valakinek ez nem volt eddig a tudomására hozva, vagy nem ismerte, hogy miért van ez. Ez ilyen egyszerű. Ja, ezek befele felszívódhatnak, mivel mikor már szélesebb csatornába kerül bele, akkor ugye a nyirokrendszeren keresztül a keringéssel ez ki tud ürülni. Ezért is van, hogy idővel kopik a tetovárás, nem kopik, nem tud kopni a tetovárás, az a bőr alatt van, a folyamatos megújuló bőrrétegek vannak rajta, nem igaz, hogy kopik a tetovárás, ez befele a keringésen keresztül kirül, magyarul kihugyozod. Hát lassan, de az a végeredmény. Igen, azt is mondtam már. Ja, igen, a túl nagy pigment, mi van, hogyha túl nagy a pigment méret? Annó Mickey Sharps, azok a nagyon krémes Mickey Sharpsok. Hát ott volt napradagadó fekete, meg rákkeltő zöld. Nagyon nagy volt a golyó méret, és ez azt okozta sokszor színeknél, hogy amikor gyógyul, akkor ilyen keményes a felülete, illetve nagyon sokszor kidudorodik egy idő után. Ez azért van, mert ugye minél nagyobb a golyó, a nagy golyócskákkal az a baj, hogy minél nagyobb, azáltal a köztes űr is nagyobb, tehát ahogy így összerakod így egymásba, akkor a köztes részekben nagy hézagok maradnak, és ezt a szervezet igyekszik kitölteni, és akkor ilyen vathússal úgymond tölti fel, szépen kidudorodik a tetkó. Most már nem nagyon gyártanak ilyeneket, a Mickey Sharps is áttért erre a Easy Flow-ra, aztán nem lett vele sikeres, mert addigra már kijöttek jobb gyártók, de az volt az oka, hogy ő is változtatott rajta. Technika! Szerintem ez fog titeket a legjobb. Ez mondjuk, mi hívjuk úgy az eddigieket, hogy egy előzetes, vagy egy ilyen felvezető. A technika a test és bőr ellenállásának csillapítása nagyon fontos része. Ahhoz, hogy a legjobb eredményt kapjuk a bevitt pigmentek számának arányában, a testet kész állapotba kell hozni. Szoktam mondani, hogy amikor nagy felületet tetovál az ember, az már nem egyszerűen tetoválás, hanem egy mondjuk van olyan, hogy jön hozzám külföldi vendégem, egy-két, akár három napot is dolgozom rajta egymás után, hát az már nem az, amikor tudod, infinity van. Tehát ott már a szervezet is kap hideget, meleget. Ilyenkor teljesen más folyamatok indulnak meg. A gyulladásos folyamatok, nem sokára ki fogok térni, hogy miért az a legnagyobb ellenségünk, mint tetoválóknak, és előfordulhat nyilván, hogy ilyenkor lesz. Ilyenkor az egész szervezetre tekintettel kell lenni, tehát mikor ilyen valaki jön, egy nagy tetkót szeretnél minél hamarabb betolni, vagy nagyon nagy felületeket fogsz megdolgozni, akkor érdemes előre lebeszélni ezt a vendége, úgy, mint egy jó verseny előtt, hogy így edzen rá, úgymond, készüljön föl a szervezete. Nagyon fontos a bőrnek hidratáltnak kell lenni, a testnek pedig vérnyomás tekintetében nyugodtnak. A fájdalom tolerancia miatt is nagyon fontos, hogy nyugalmi állapotban legyen az emberünk. Kerülni kell az idegrendszer túlterhelését a túlzott inger mennyiségével. A bőr tekintetében érdemes figyelmeztetni a vendégeket, különösen a 40 év felettieket az időpont előtti héten, hogy igyanak eleget. Igazából a bőr hidratáltsága adja meg azt, hogy mennyit fog elbírni. Majd ugye a technikánál egy dióhéjbe elmondom az én technikámat. Én például 7 és 9 közt megyek, tehát 7-szer megyek legalább rá egy adott felületre, szokták szeretni. De van, hogy 9-szer is, viszont cserébe tartós lesz a tetkó. Ilyenkor mondjuk így érdemes elfogyasztatni velük már egy-két héttel előtte egy ilyen 2 liter vizet, az kiüríti a méreganyagokat, hidratáltabb lesz a bőr, esetleg lehet testápolóztatni előző napokban. Lényeg, hogy olyan rituálészerűen készüljön rá, legyen alkalmas a bőrfelület arra, hogy a beavatkozásra, az aktusra. Igen, rugalmasság és feszesség is optimáltnak kell lenni. Hogyha a test ilyen tetoválás alatt legyengült, vagy fizikai csapzott, a gyógyulási folyamatok lelassulnak. Ezt majd a gyógyulásnál fogjuk tárgyalni, hogy ez miért nagyon-nagyon rossz nekünk, illetve a tetoválásnak, meg annak az utóéletére vonatkozólag. Amit tudok ajánlani vitaminoknál,
A és E, ami kifejezetten az a bőrnek hatásos, tehát tud mondjuk egy ilyen téli időszakban esetleg szedhet be előtte, de meg a B és C vitamin, ezek ilyen általános immunerősítők, ez pedig majd a gyógyulással kapcsolatban, a gyors gyógyulás miatt nagyon fontos, hogy föltöltött raktárokkal rendelkezzen a test. Nyilván, hogyha kis csillagot nyomunk, akkor nem kell vele megzabáltatni egy doboz vitamint, de mondjuk egy ilyen nagyobb, színes, összetettebb ábránál már lehetséges, hogy érdemes. A vér. Volt még kép? Nem volt. A tetováláskor optimális állapotba kell hozni a vért. Az optimális állapot a tetováláskor kis és sűrű, ezért a tetoválás napján már nem kell, hogy túlzott folyadékot vigyen be. A túlzott folyadék fölnyomja a vérnyomást, az pedig ellenvérzést okoz, ami pumpáljuk be a tintát, ők meg pumpálja kifelé a vérnyomás által. Tehát ott olyankor a szomjúság érzete nem kell megerőltetni, tehát amikor szomjas, akkor iszik, nyilván így jön rendesen, hogy ne álljuljon el, stb. Szomjúságérzet az irányadó. Nyilván nem szabad alkoholt, aspirint, vérhigítók, drogokat, meg mit tudom én ilyeneket beszedni. Lényeg, hogy a test töltött tartalékokkal, alacsony vérnyomással álljon készen a tetkóra. Erre azért van szükség, hogy a legtöbb mennyiség maradjon a pigmentekből a bőrben. Egyrészt ne tolja ki a test, másrészt, hogy a gyors gyógyulás által a tűütött terés mihamarabb bezáruljon. És itt térnék ki az idegrendszerre, a vérnyomás és az idegrendszer összefüggésére. Hogyha az idegrendszer állapota két fő területre hat, a vérnyomásra és a keringésre, illetve a fájdalom toleranciára. A fájdalom tolerancia viszont visszahat a vérnyomásra, tehát hogyha fáj neki, nem tudtuk olyan flóba hozni, hogy mondjuk szeresse az állapotot, és belülről a stressznek éli meg, akkor fölnyomja a vérnyomást. Hogyha kívülről adunk neki túl sok ingert, mit tudom én, olyan megy a thrash metal, érted, és mondjuk ő technós, akkor az is fárasztja, ugyanígy fölmegy a stressz szint, ugyanúgy elkezdődik a vérnyomás. Tehát ez egy ilyen optimális állapotba érdemes hozni. Nyilván megint el kell mondanom, nagy tetoválásokról beszélek, thrash metal is be lehet zúzni egy csillagot 5 perc alatt, úgyhogy nem arról van szó. Amiket elmondok itt nyilván, majd a végén egy szóba hozzáteszem, hogy szerintem, de ezek az én tapasztalatai, tehát ez nem valamilyen szinten nyilván készültem rá tudományos háttérrel, hogy megértsem az egésznek a működését, de nagyon sok saját tapasztalat van benne. Itt például írtam azt, hogy ki kell zárni a zavaró külső tényezőket, például ismerősök, beszélgetés, stb. Például aki jön hozzám, ott egyedül lehet jönni. Nálam nincs dumázás, nincs bratyi, leülünk, dolgozunk, együtt vagyunk, megadjuk a rituálé részét ennek az egésznek. Nagyon fontos szerintem, hogy ez nem az adott az anyaghoz tartozik, de nagyon fontos, hogy létrejöjjön egy valamilyen szintű kapcsolódás. Ha azt nézzük, hogy elkezdem, csak akkor mennyi időtök van? Igazából én azt gondolom erről az egészről, hogy a tetoválás az régen is a sámánok csinálták, ez egy valamilyen szinten egy beavatkozás, valahol sorsokba avatkozunk bele, meg fog változni az illetőnek a miért is lett ennyire fontos, ugye kivették Istent az ember fejéből, beletöltöttek egy csomó Facebookot, meg entertainmentet, és akkor keresi a spiritualitást, és vagy ilyen ezoterikus lesz, jó vagy rossz út, vagy pedig valamilyen módon elkezd, folyamatosan keresi a lélek a földön túlival a kapcsolódást. Nem azt mondom, hogy a rianás csillag ez az, de nem is kell leírni, hogy nem az. Lehet, hogy neki jelent annyit a hozzá kötött információ, hogy változtat az életén, vagy mondjuk azt már úgy éli meg. Az biztos, hogy egy ember már nem ugyanaz az ember, mikor akár csak egy kis minta is rákerül és kilép az ajtónkon. Tehát amikor bejött, ő már más lesz, amikor kimegy. És ennek nagyon fontos, hogy mi milyenek vagyunk, mi milyen energiával állunk ő felé. Most új dolgot tesztelek, lehet, hogy ilyen bénán hat, de én úgymond megáldom, rámeditálok, képileg létrehozom az eredményt. Volt egy munkám
nem tudom megmutatni, aki esetleg követ, egy ilyen ceppelines fogaskerekes cucc volt. Én nem vagyok, ez abszolút nem az én stílusom, fekete-fehér ráadásul, és nem tudtam, hogy ez milyen lesz. És megpróbáltam a fejembe létrehozni egy képet, és egészen addig nem kezdtem el dolgozni, becsukott szemmel ott ilyen féltörökülésbe ültem, már nézett a csaj, hogy mi bajom van. Legalább 10-15 percig tartott, mire összeállt a kép bennem, és utána flóba tudtam kerülni, ez az, amikor gyerekkorotokban legóztok, hogy nem kell gondolkodni, és akkor magától a kezem ezt így az egészet, mint egy, nem is kellett ilyen, végülis mint egy autópilót üzemmódban, hogy megcsináltam. Három alkalomban ezt a hátat, ráadásul, és akkor jöttem rá, hogy a kép van a fejünkben, akkor képesek vagyunk azt megcsinálni. Tehát ahhoz, hogy képes legyél jól tetoválni, ahhoz kell legyen egy kép a fejedbe, és nem az, ami ki van nyomtatva, hanem, mert az sokszor a te adott lelki állapotodtól függően fogod értelmezni. Meg kell próbálni, én legalábbis így csinálom, megpróbálok ráhangolódni az emberre, akkor már átjön valami, mindenki tök más. Van, aki frusztráltabb, van, aki nyugodtabb, van, aki szabadságot hagy, van, aki rohadt idegesítő, tök mindegy. Megpróbálok ráhangolódni őrá, és az ő által felém sugárzott érzetből azt a képet létrehozni, ami aztán persze az alapjai papíron megvannak, vagy mondjuk össze van rakva az ábra, de ezzel a módszerrel, hogy képzeletbe elképzelem, és kinyomtatom a saját fejembe, ezzel próbálok meg most dolgozni. Nagyon jól működik különben, egy elég nagy gödörbe voltam, így a munkáim tekintetében, nyilván mindenki megéli ezt, és most totál jövök ki belőle, és óriási flash lesz. Már érzem. Hű, elkalandoztunk. Szokásos. Asszonynak is elkezdek valamit mondani, és mondja, mondjad már! Idegrendszert azt mondtuk, ugye? Ja igen, hogy elvonja a figyelmet. Tehát, hogyha nem tudsz kapcsolódni vele igazán, akkor nem lesz meg az a fajta, az nem az övé lesz az a tetoválás. Az egy 4 órakor munka után beugrik valamiért, és vesz egy tetoválást. Tehát sajnos nyugaton, meg akár itt is ez van, hogy aki utcai üzletben dolgozik, és olyan koncepcióban van az üzlet, hogy nem a művészeti ág, hanem inkább ez a pénztermelős, hogy sajnos konzumálják a tetoválást, tehát fogyasztják a tetoválást, ő 6-kor rákerül valami, meló után beszalad, stb. Nem hangolódnak rá ezzel kapcsolatban az érzésem. Horvátországban volt 4 nyaram, a saját üzletem volt, hát ha tudom, a gyors és effektív pénzkeresést a üdülő területeken, akkor nem tudom, ki járt, na, dolgozott valaki köztetek? Készfel, üdülő, ilyen balatonozás? Vagy ilyen bármilyen másik, nem? Örüljetek neki, nem vagyok büszke rá, illetve jó volt, jól eltöltöttük az időt, az biztos. Telefonozgatás. Amikor a vendég általában tud működni az elején, hogy nyomatja még a facsét, meg mit tudom én, telefonozgat, amíg varrom, de azt vettem, képzeljétek észre, hogy lehet, hogy ti is, nektek is feltűnt, hogy aki telefonozgat, annál egy ideig rohadt jól bírja, és amikor kisült az agya, elfogyott a türelme, mondjuk letenni amúgy a telefont, abban a pillanatban nem bírja tovább a tetkót, mert elfáradt. Tehát ezt mondom, hogy az idegrendszert nem szabad terhelni semmivel. A legjobb, hogy bedugja a fülét, és óm. Jó, nem ez a legjobb, de mindenkinek, ami a magának, a saját lelkületének a legjobb, azt kell nekik ajánlani. Utána egyáltalán nem bírják, hogy a telefonozás után. Egyfajta transz állapotba kell hozni a vendéget, figyelni kell a szellőztetésre, az agy az oxigénnel működik, akkor tud folyamatosan eleget elégetni, ha van. De nektek is nagyon jó, hogyha eleget isztok, meg elég, tehát friss a levegő, akkor tudtok igazán jól sokáig koncentrálni. 15 éve tetoválok, tavaly lett először vesekövem, hát nem kívánom senkinek, az nagyon durva, mivel nyilván nem isztok ti se eleget, egyrészt le kell venni a kesztyűt, fáradtságos, kettő meg úgy sincs szomjúságérzet,
mert hogy koncentráltok. Erre csak egy ilyen, maradjon köztünk, nagyon fontos, hogy figyeljetek rá, rohadt gáz a vesegörcs, az nagyon durva. Nem röhögtem. Hát két olyan átmérő csövet raktak föl a vesző és a útyójogom közé, mint a McDonald's-os szívószál, pöcsön keresztül. Tehát az úgy azért elég metál. Jó, altattak, de fölébredtem na, egy idő után, tehát az azért úgy durrott, hogy lesz. Azt a kurva! Ja, tök egyedül kint, Németbe, de legalább jó ellátást kaptam. Igen, transzállapot, oxigénnel működünk. Én halk monoton zenét hallgatok általában, Intelligent DMB, Spotify-on megy, tök jók vannak rajta. Szállós kicsit föntartja a figyelmet, nem lassúz be. Én azt vettem észre, hogyha olyan zenéket hallgatok, ahol szöveg van benne, vagy zúzda, ugyanúgy nálam is kisüti az agyat, tehát elfárad az elme tőle. Nekem ezek jöttek be, lehet szépen rá szállni. Sokkal könnyebben jössz flow állapotba, amikor jön az öröme az alkotásnak. Meg ez igazából valljuk be, mindenki gyerek maradt egy kicsit, mert ugyanazt érzitek, mikor dolgoztok, mint amikor legóztatok kiskorotokból, mint a barbiztatok. Ez számomra viszonylag kevésbé öregettem, hogy így gyerek tudtam maradni, de megértjük a gyerekeket, mikor kisfiamat szoktam nézni, és akkor nézem, hogy így el van a kis játéka, és akkor ó, na jó van, ez tudom, én is szeretem, holnap jön valaki, tudni szépen. Téren és időn kívülre kerüljetek mindketten, olyankor lesznek az igazán szép tetoválások, akkor születnek. Hogyha a vendég nyugodt, akkor nem emelkedik a vérnyomás, és bennmarad a staff, erre kell törekedjünk. A technikával kapcsolatosan, hogy dolgozzuk meg a bőrt? A technikánk célja, hogy minél több pigmentet juttassunk a bőr szerkezetének megsértése nélkül. Ezt az én technikám lényege, én átmegyek először a felületen, aztán hagyom, hadd puhuljon, ugye kinyílnak a pórusok. Tehát azt csinálom, például csinálok egy arcot, akkor Georgia Peach-el kicsit meg is higítom, hogy könnyen menjen be, ne kelljen zúzni. Szépen átszaladok rajta, nem baj, nem marad bent, csak lényeg, hogy így meg legyen sértve a felület. Hagyom is békén, de a legjobb, hogyha dobsz rá, akár baktinnal, hogyha nyavajog, de dobsz rá egy fóliát, és alul vagy fölül folytatod, egy másik felületet kezdesz előkészíteni, és utána szépen pakolom be, általában úgy szoktam, hogy a középárnyatnak a világosabb része, aztán azt sötétítem, majd világosítom, tehát így visszaugrok, majd világosítom. A leges legvégén jönnek be a nagyon sötétek, a nagyon sarkosan, akkor lesz nagyon erős kontrasztja, és aztán a végén a fehér. Tehát ez nyilván át kell menni egy párszor a felületen. Amit javasolok, az az extra long taperrel nagyon tud működni, de sima long taper is jó rá. Tehát semmiképp nem működik ezekkel a médiumokkal, az annyira hirtelen csinál nagy lukat, hogy ott megsérül a bőrfelület. Tehát nagyon finoman kell elkezdeni felszivacsosítani a bőrfelületet. Ilyenkor, amikor már megszűnik a vérzés, olyankor kitágulnak a pórusok, ugye látod, amikor földagadnak a kis szőrtűszök, na akkor van olyan állapotban a bőr, hogy ott igazán lehet vele operálni, és ilyenkor elég csak úgy éppen, hogy érinteni. Igazság szerint ez az egész téma, hogy csinálom, az megér egy... Szoktam tartani ilyen képzést, két napos, úgy működik, hogy első nap én varrok, a nebulók nézik, aztán hoznak donort, és akkor ők varnak, és én meg belepofázok, hogy mit csináljanak. Én azt vettem észre, hogy akkor rögtön utána nem, de viszont nagyon büszke vagyok nagyon sokukra, mert mindenkinél látható fejlődés, de körülbelül ez egy olyan fél év, mire ezzel a fölkapott infóval ők valóban tudnak operálni, és tök jó felületeket csinálnak, szoktam így követni, akik voltak nálam, és tényleg nagyon ügyesen fejlődnek. Ennek örülök. Színe higítani, ja, kitágulnak, megszűnik a vérzés. A végén már csak simítani kell ezt a felületet, itt nagy vonalakban azért elmondom. Úgy csinálom, hogy nálam úgy fekszik fel a gép, hogy a három ujjam, nálam nem csak ezen van, nem azért mutatom,
De nem csak ezen van mi az bőrkeményedés, hanem itt is, meg a kis ujjamon is. Elég feszesen tartom ezt a három ujjamat. Erre fekszik fel a markolatnak a kiugró része, tehát a csőr fölötti rész, ezen fekszik. Ezáltal ennek a három ujjnak a mozgatásával nagyon pontosan be tudom állítani a mélységet. Ez úgy működik, az első fázis az mehet egy kicsit beljebb, de azért ne ízét tövig. Aztán egyre kevésbé az utolsó rétegeket már nem szabad benyomni, mert ott már annyira könnyű az útja a tűnek, hogy nagyon mélyre szaladna. Tekercses gépeket használok, rotariról nem tudok nyilatkozni, én nem vagyok rotari párti. Többször nekifutottam rotarikkal való dolgozásnak, azt a fajta tömörséget én személy szerint nem tudtam elérni. Elhiszem, hogy lehet, de szerintem sokkal nehezebb és sokkal több múlik az ujjaknak az érzékenységén. Ami volt, nagyon szerettem, például amikor Cheyenne-t megvettem, nagyon szerettem, bevertem egy A4-es 4 óra alatt, hogy jó nyilván. Nagyon gyorsan bementek portré, angyallal, meg mit a csumi fekete háttér, tök jó volt. Fél év múlva megnéztem, és nem az volt, ami tőlem megszokott volt. Nem tudtam időtállóságába. Ez pont azért nem, mert sokszor azt gondolom, hogy nem tudtam elkapni azt a mélységet, ami a rugónak az ellenállása, ugye mágneses erőt állítasz be a tekercses gépen, tehát azt fogja behúzni a tűt a bőrbe, és ezt be tudod állítani. Tehát nézzünk már meg egy Hernándezt, hát lehelnek a gépek. Tudod, így satíroz, és tök szép ilyen egyenletes felületei lesznek, tehát azt a finomságot az életben nem fogja megcsinálni rotarival, még Dragonfly-jal se. Én azt gondolom senki, de aztán ne legyen igazam. Nem véletlen rotarikkal indult a tetoválás történelme, tehát az első elektromos gépek azok rotarik voltak, valamiért lecserélték őket, majd aztán újra megjelentek a piacon, viszonylag egyszerű őket, ez egy egyszerű szerkezet amúgy, és én azt gondolom, hogy itt majd lesz megint egy pár év eltelik, és utána az eredmények azt fogják hozni, hogy újra lesz reneszánsz a tekercsesnek. Én részemről 13 tekercses gépen van, külön beállítva minden mindenre. Azt is szeretem, mikor odállok az ábrához, és akkor nézem, hogy melyik kis cicával csináljam. Hogy az is már egy ilyen ráhangolódás nekem, de meg tudom érteni. Borisnál is látom, hogy működnek neki, mondjuk ő aztán párhuzamosan dolgozik, tehát ő nem így dolgozik, hanem úgy van nála, hogy a gép az így 90 fokba el van tartva, és ő így dolgozik. Tehát majdnem párhuzamosan megy be a tű a bőrbe. Jó megmaradnak, de tudod, egy hármas körössel azért egy alkart fölpattintod. Hát nem tudom. Azért ennyire kegyetlen nem vagyok. Viszont nagyon azt akartam mondani, hogy nála viszont működnek, tehát láttam ilyen régebbi tetkóit, rohadtul egybe van. Hoppá! Ja, van ilyen tanfolyamom, és hát a nyáron biztos fogok tartani. Akit érdekel, az majd az a tematikája, hogy amikor végeztem ezzel a tartosság témával, akkor lehet, hogy tartanánk egy pisi szünetet, úgyis én vagyok az utolsó. És akkor aki visszajön, akit érdekel, azzal tudunk kérdéseket feltenni, vagy ilyen kis csoportos foglalkozás keretein belül tudunk tovább beszélgetni. Kiraktam oda papírokat, akit érdekel ilyen képzés, az föl tud iratkozni esetleg. Ha összejön annyi ember, hogy érdemes megtartson, akkor meg fogom tartani a nyáron. Hoppá! Ábra szerkezet és kontrasztja. Mivel a szem az élesen elkülönülő szín és tónus különbségeket tudja felismerni, a leggyorsabban ezért fontos, hogy a tetoválás mondani valója élesen elkülönüljön. Tehát van egy főrészünk, ezt nyilván ismeritek, van egy főtémánk, ne a háttér legyen úgy kidolgozva, hogy a főtéma nem felismerhető. Nagyon fontos, hogy kiemeljük ezt, vagy a színeknek a kontraszt különbségével, vagy pedig a fekete-fehérnek. Tehát legyen megtámaszva mindig a munkátok feketével, azok a munkák tartóság szempontjából is nagyon jól működnek, illetve hát impresszívek nagyon. Tetoválásra szoktam mondani, ez nem egy festmény, ami egy falon van, nem tudod órákig nézegetni, borozgatva, hogy fűd durva, hanem maximum van rá 10 másodperced, elhalad előtted, vagy mondjuk egy kicsit beszélgettek, és úgy nézel rá.
Tehát nagyon, számomra nagyon fontos, hogy rögtön az arcodba legyen tolva. Mi az? Tisztán, értelmezhetően, ne kapjon hülye kérdéseket egy életen át, érted, öngyilkos lesz. Nálam ez így van, ezért igyekszem arra törekedni, hogy minél értelmezhetőbbek legyenek a munkáim. Igen, hát mozog a test és emiatt. Ja, különösen érvényes ez a testtől távol eső részekre. Tehát én azt gondolom, hogy egy alkar belsőre érdemes belemenni, beleszaladni olyan részletekbe, ami mondjuk egy vádinál tök hülyeség. Senki nem fog fekvőtámaszt csinálni, hogy megnézze. Ott inkább érdemesebb úgy megszerkeszteni az ábrát, hogy esetleg erősebb vonalakkal, vagy sokkal értelmezhetőbbre átalakítani a lényeget. Itt azt hiszem a Szabi beszélt erről, hogy a realizmus az az alap, és akkor ebből lesz majd a művészet. Én arra biztatok mindenkit, hogy próbáljon valami létrehozni, valami ebbe a szállós flow állapotban, amikor legóztok gyerekkorotokban, most ebbe totál jól jönnek. Legyetek bátrak, engedjétek, hogy megtörténjen, hogy magától alakuljon az a dolog. Nem kell görcsösen ragaszkodni, egy ilyen feszülés lesz akkor a tetoválásból, hogyha ízé állantod, ez a... Szoktam mondani, hogy kockázzák be más stencilt is, tudod, mint régen volt az a A2, 1B helyét, és akkor azt másoljuk, mert hogy akkor nem feszül rá annyira, de inkább arra bíztatnék mindenkit, hogy próbálja meg elengedni. Olyan tehetségesek vagytok, annyira büszke vagyok erre a magyar tetkós közösségre, mert szoktam mondani, hogy a lengyelek a legjobbak, mármint így közösség szinte mindenképpen ők a legjobbak, de én azt látom, hogy így egyes magyar az individuális típus, az nem birka típus, ezért nem bírunk így közösségbe működni. Itt mindenki meg akarja váltani a világot, és általában összeveszünk rajta, hogy. Nagyon-nagyon erősek vagyunk. Ha mi összetudnánk egyszer, majd aztán adja az Úr, hogy ez így bekövetkezzen, akkor leporolunk mindenkit itt Európában, úgy, és ott vagyunk mindenhol. Bocsánat, megint elkalandoztam. Igen. Na, amiért érdemes még erős kontrasztokat használni egy tetoválásba, az az időbeli kontrasztvesztés. A fekete szürkülni fog, a világos az besötétedik, tehát nem lesz az a világító fehér, ami kéthetesen. Elindulnak egymás felé, csúszik össze. Ahhoz, hogy a lényeg megmaradjon sokáig idővel, legjobb fekete mellé fehéret rakni. Esetleg ezt kontúrokkal lehet elérni. Tudom, hogy menő nem kontúrosan dolgozni, én nem hiszek a tartóságába a realista tetoválásoknak. Én azt gondolom, hogy egy tetoválás akkor marad hosszú életű, illetve felfrissíthető, mert ha hosszú távon gondolkodsz, akkor olyat alkotsz, amit hogyha jó le fogja napoztatni, meg nem vigyáz rá, de akkor is ne legyen olyan, hogy odaül az ember, és így vakarod a fejed 2 órát, hogy mit akartak csinálni előtted, hanem legyen egy tiszta dolog, és akkor bárki ez el tud menni, föl tudja frissíteni. Nem csak új tetoválásokat fogunk csinálni. Most még úgy nagyon sok új tetoválást csinálunk, mivel a társadalomnak a nagyobb része nem varratott. De eljön majd az idő, nyilván ez egy folyamat, fejlődik a technika, egyre szebbek a tetkók, ergo mindenki, aki régen varratott, azt szeretné felfrissíteni, újítani, és ez is egy külön piac lesz, és lehet, hogy a saját munkádat kell majd megpimpelni, mint a 5 év után, gondolom már mindenki történt ilyen. Számomra a kontúr az olyan, mint a testben a csontváz. Tehát ahol nagyobb terhelés kap az ábra, ott vastagabbak a csontok, ahol kevésbé lényeges, ott vékonyabbak. Vastagabb kontúrokat szeretek tenni a lényegesek részek köré. Nem tudom, emlékszik régen Müller Csabi első generációs munkáira? Az a nagyon durván kontúr. Én imádtam azokat. Na, azok működtek, biztos, hogy működtek nagyon sokáig. Nyilván ez is jó, ahogy most csinálja, csak az egy nagyon határozott stílus volt. A tetoválásban ez a terhelés, mint a csontváznál, hogy hova mi kerül, az a mondani valónak a kiemelése. Azt nem mondom, hogy kúrjatok tele mindent kontúrokkal, érted? De okosan lehet használni, akár még egy
ilyen szemirealizmusnál is, tehát van egy realizmus, és akkor azt a részt megtámasztod egy kis kontúrral, vagy általában az orroknak ezek a vonalai. Nagyon szerettem egy időben ezt a neotradicionálisat, csak az is annyira ilyen rasszerűvé vált, hogy én neotradis vagyok. Tudod, ezt nem fogad be mindenkit a közösség. Olyan lettek, mint az old school-osok, tehát én próbáltam így mindenhol mozogni stílusok közt, viszont nagyon sok jó megoldást ad a neotradicionális tetoválás. Már vegyítette azt a fajta karakterességet az újabb technikákkal. Színes kontúr, tök jó. Tök jól tud működni, nem annyira zavaró, mint ha beküldenéd az orvonalat feketével vastagon, de mégis tartós marad. Ha erre törekedünk, akkor érdemes használni. Nyilván ez tartóságában pozitívan, a kontúrok tartóságban pozitívan befolyásolják a tetoválást. Koncentráltan tartalmaznak pigmenteket a kontúrok, mivel a kontúrtű az egy pontban néz. Tehát ahogy le van forrasztva, azok, amikor a sablomba belerakják, ott húzzák össze, egy pontban néznek a tűk, sokkal nagyobb pigment koncentráció keletkezik adott bőrfelületen, mint mondjuk egy magnumnál, ami, vagy egy shadernél, vagy egy szétmelegített körösnél. Azoknál a technikáknál, tehát egy magnumás többször mész át a felületen, hogy ugyanazt azt a tömörséget megkapd. A kontúrnál, hogy a bevésed, ha jó helyre megy, jó mélységbe megy, stb. Jó a festék, nem túl kicsi a pigment méret. Például ezeknél a blowoutoknál lehet, hogy ilyen tribál feketékkel, vagy ilyen kitöltő feketékkel csinál. Tehát azokban kicsi a pigment méret, pont azért, hogy gyorsan töltsön. Tehát érdemes a kontúrfeketéknél kontúrfeketét használni, hogy ne folyjon szét. De mindenféleképpen sokkal jobban egy pontba halad. 10-15 évvel későbbi javítása is, ugye, ahogy mondtuk, beszéltük az előbb, sokkal könnyebb. A gyógyulás minőségéhez értünk el. Pörög nagyon az esemény, vagy követhető? Jó, annyi van, hogy próbálom így idén, hogy itt maradjunk reggelig. A gyógyulás minősége, a test ellenáll a mindenféle idegen behatásnak, idegen anyagnak, ez teljesen természetes folyamat, hát nem idegen gyűlölő, mondhatjuk. A festékeknek is igyekszik kitolni, vagy elpusztítani. Ja igen, bocs, lemaradt, kontrasztos, na ez biztos jó marad, és realizmus, tehát lehet ott is Szivák Denisszel, mond valakinek valamit biztos, Szivák Denisszel dolgoztam együtt most egy párszor, eszemben neki ez, figyelj, Photoshopba berakja, rátolja a szintet, a feketét, és ugyanúgy megcsinálja kell, akkor bever egy tenyér itt tök feketén, vagy mondjuk egy kicsi tónus különbséggel, és működnek nagyon, impresszívek a tetoválása, ismeritek. Azokat a világos részeket meg ilyen nagyon halvánnyal. Végülis annyi, hogy a középárnyalat nála kimarad. Vagy nagyon sötét van a tetkóiba, vagy nagyon világos. Rohadt jól működik. Ezt nagyon rég csináltam, ezt a tetkót, de valamiért most így azt gondolom, hogy a témához hozzá függ. Biztos, hogy tök jól megmaradt az ember. Nincs mi, ne jól megmaradjon benne. Szerintem ez egy nagyon tartós portré lett. Már mondjuk preckóban csinálnám meg, de tartóságát tekintve. Jó, hopp, mi történt? Ja, igen. Ja, kontúrok. Itt van ez egy neotradi, de aztán egy kicsit ilyen ott-e stílusban megfogalmazva, hogy az előtérben nem akartam túl sok figyelmet, ott pirossal kontúroztam, de magát a rózsának a közepét azért mégis fókuszáltam, ott elkezdtem sötétíteni utólag. Tehát egy crimson vörössel fölkontúroztam, majd egy deep reddel húztam át a kontúron, és aztán ahol igényelte, az egy lila amúgy, vagy valami plum. Nem használtam feketét, az egy ilyen nagyon sötét lila. Az arcnál ugye megvan az arcnak az éle, a belsejébe tudtam ugyanezzel a rétegzős technikával operálni. Itt azt hiszem, hogy az alapszín az körülbelül ez lehetett. Tehát amit láttok, még a fehér alatt is, talán a leges legközelebb a kontúrhoz nem, de a fehér részek alatt, vagy világosok alatt is ugyanez van, ez ki lett ütve, így ki lett színezve az egész egyszer, csak és akkor utána szépen sötétítettem. Nagyon finoman rá lehet tenni ezeket a rózsaszíneket.
Én azt szeretem a melóimban, amikor elérem azt, hogy nem tudod megmondani, hogy hol van vége a rózsaszínnek, és hol kezdődik ez a barackszín. Az, amikor azt meg tudom csinálni, akkor elégedett vagyok. Tartóságát tekintve biztos vagyok benne, mai napig világítós, bár biztos a fehér az már fakul, de a koncepció által ez egy tartós ábrának mondható. Hoppá, ők a makrofágok. Makrofágok. Ők a makrofágok. A makrofágok a fehér vérsejteknek a faló sejtjei. Ezek mindent imádnak zabálni, mindent felzabálnak, és csak ott vannak jelen, ahol gyulladás van. Tehát bárhol gyulladás van a szervezetben, ott megjelennek a makrofágok, mivel érzékeltően feltételezhető, hogy valamilyen idegen anyag, baktérium, vírus, stb. Jelen van. Őnekik a feladatuk, hogy felzabálják. Ha begyullad a tetoválás, biztos érzékeltétek, megrohasztott a kutya, megnyalta a macska, szörment bele, stb., de folyott a genny, meg horror volt, meg nem tudtál aludni. Velem is volt már ilyen. Akkor nagyon megfakul a tetkó. Nem gyógy, nem rohadt szét, tehát nem esik ki belőle a festék, de mégsem lesz olyan, mint mikor csináltál egy ugyanilyen típusú tetoválást, és annál világítanak a színek, ennél nem fog. Pontosan azért, mert nagyon sokáig jelen vannak a makrofágok, különben fejlesztenek most a kanadaiak egy olyan krémet, ami ilyen makrofág aktivátor, tehát egy ilyen mesterséges gyulladást hoznak létre a bőrfelületbe, megjelennek ezek a falósejtek ezáltal, és fölzabálják a tetkót, tehát most akarják kiváltani a lézer kezeléseket, nagyon olcsó lesz állítólag, meg már állatkísérleteken frankó, bekened a tetkót egy hónapig, és eltűnik. Figyelj, nekünk jó, mert jönnek újat csináltatni, nyilván. Tehát meg kell óvjuk a gyulladástól a tetoválást, belülről fölzabálnak mindent, ami testidegen. Fontos, hogy mi lecsökkentsük a gyógyulási időt. Minél kevesebbet, tehát minél rövidebb idő alatt gyógyul, annál kevésbé vannak ilyen a makrofágok, annál kevésebb pigmentet zabálnak fel, ergo annál világítósabb lesz a tetoválás. Én magam a hibrid gyógyulási, tehát a hibrid gyógyítási folyamatot részesítem előnyben. Ez egyrészt szorbikus, azaz nedves gyógyulás, majd a száraz. Úgy csinálom, hogy az első nap lefóliázom, illetve ez a pelenka mehet rá. Lehet, már gyártanak, mint mondtam, minden szart kitalálnak. Van már ilyen tetkós pelenka, amit rá tudsz tenni, ez felszívja a nagy részét a kiáramló folyadéknak, illetve amikor szárazabb felületen van, akkor jobban tudnak zárni. Tehát a pórusok záródása, a ragacsosodása, tehát összeragadnak újra azok a kinyitott perforált részek, azok sokkal hamarabb száraz környezetben hamarabb záródnak össze. Viszont amikor összezáródnak, akkor ha túlságosan szárazon van tartva, akkor ugye elkezdődik egy sebesedési folyamat, ami által lesz egy sebesedés, tehát egy var jön létre rajta, ami viszont már nem jó, mert az okozhat olyat, hogy össze van ragadva a pigment állománnyal, és akkor leeséskor kihúzhatja, tehát hibásan is gyógyulhat tőle. Én úgy szoktam csinálni, első nap fólia plusz pelenka. Amit most feltaláltam, az a behúgyozós alátét, vagy idős embereknek, vagy kisgyerekeknek, akik már mondjuk nem pelusosak, azok alá rakjuk, ugye egy kisfiunk van, és akkor most pont ebbe az időszakban vagyunk, és mondtam, hogy anyád, milyen király, ezt rakom a munkafelületre, és mondjuk egy alkartám, azt ezzel csomagolok, figyelj, 5 óránál spritznizhetett, folyik mindenhol minden, és tök száraz, tehát így, olyan, mint egy nagy intim betét igazából. Mondjuk így olvézzal tudod rátapasztani, az fólia rá, az elég paraszt lenne. Úgyhogy ebből inkább vágok ilyen darabokat, és akkor azt ráteszem, ez befelé ilyen tölcsér alakú, mindenki látta az olvéz reklámot, úgyhogy tisztább, szárazabb. Első nap ezzel engedem útjára emberünket, majd, hát mondjuk nálam nehéz, mert én ilyen bunker körülmények közt dolgozom egy erdőbe, tehát vissza nem tud jönni, de másnaptól fóliázza, 3-szor cseréli. A legjobbak ezek a Supraszorb és Opsite, meg most ez a Dermalize Pro ráment, hogy külön tetoválásra fejlesztett ezek a perforált fóliák, tud lélegezni, nem büdösödik be. Nagyon fontos, ha ilyet használtok, hogy fertőtlenítsétek, vagy baktinnal, annak van egy ilyen antibakteriális
vírusölő, gombaölő, stb. Faktor benne, vagy van az oktaniszept, meg az oktilin seb mosó csomót találtok, tök mindegy, amit rá tudsz fújni, ne, lehetőleg ne alkoholossal, főleg a nagy a felület, de van, aki azt is kibírja. Hogy nagyon fontos le legyen fertőtlen, utána zárjuk be, mert ha bennmarad valami, vagy mondjuk rá lehelsz, vagy nem most elfogad, vagy mit tudom én, rá pöttyen valami, bezárod, meleg van, nedvesség van, és akkor azt mondják a bacik, hogy yeah. És akkor történik az, amivel már mindenki találkozott. Aki mondjuk ilyen frissen tartó fóliát én azért nem szeretem, mert onnantól kezdve, hogy kilép az emberünk az ajtón, már az ő sztoria. És lehet, hogy én tök jól csináltam mindent, ő nem megrohasztja, mert megnyalta a pitbull, vagy mit tudom én mi van, és utána meg te vagy a bunkó, meg följelent, meg súlyos testi sértés. Hallottam ezt, James mesélte, hogy a Bloodline Zoliék elkezdtek egy ilyen folyamatot, hogy akkor most legyen-e otthon tetovás, ne legyen, stb. E körül pörgött most a tetkó szakma. Végső soron tök jó a koncepció, én is tudnám támogatni, mert hogy megjelkereste őket, azt hiszem még a valamelyik szövetséget, a rendőrség, hogy ilyen otthoni tetkósnál csináltatott, rohadtul berohadt, majdnem le kellett vágni a kezét, hogy mit tudom én, 8 napon túlgyógyuló volt, és ilyenkor a kórházhivatalból feljelentést tesz. Na most hogy találod meg, hogy ki volt a bűnös? Most ő dolgozott koszosan, vagy az emberünk az első dolga az volt, hogy vagy rajta felejtett a fóliát túl, tehát nem lehet eldönteni. Ha nálam bezárják oda az erdőbe, a szobába, akkor én felügyelem, biztos, hogy egy hétig úgy fogja kezelni, de nyilván ezt nem lehet megtenni. Én nem javaslom, hogy ebből ilyen büntető, mert hogy akkor akarnak ilyen büntetőjogi kategóriát, hogy számítson súlyos testi sértésnek, nem hiszem, hogy bizonyítható, tehát ezt azért bizonyítani kell, hogy ki volt a hibás. Tök mindegy, ha akarnak, majd elrugóznak rajta jogilag. Én azt gondolom, hogy ha valaki igényes a munkájára, az be tudja hipnózni a ülések alatt a vendégét annyira, hogy légy szíme, azért figyelj rá, hogy hogy kezeled. Nyilván egy csomó pénzt is ott hagy érte, ezért kell drágán varni, hogy vigyázzon rá. Ez a véleményem erről, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Igen, a pelust azt mondtam, második naptól negyedik napig szorbikus gyógyítás, tehát vagy a napi háromszor cserélt fólia, vagy pedig a leragasztása ezekkel a Dermalize, meg satöbbikkel. Olyankor már nem jön ki annyi nedvesség, hogy föláztassa, vagy pedig ilyen vérelteli zacskóként lógjon, mit tudom én, nyakán valami, guztustalanul, hanem akkor már azért úgy kultúráltabb marad a felület, és pont annyi nedvesség jön ki a sebből, amennyi ahhoz kell, hogy tökéletesen gyógyuljon. Illetve hát a vérsavú az a legjobb gyógyító cucc. A negyedik naptól elhagyható a fólia, majd háromszori tisztítás és ápolás. A H2O nagyon jól működött nekem. Eddig talán az működött a legjobban. Az egy nagyon jó termék, van még 1000 másik, mindenki próbáljon ki mindent. Még ilyen lemosásokhoz ezt az Aloe First-öt ajánlottam, vagy használtam. Ez is eléggé meg tudta gyorsítani, illetve csökkentette a gyógyulást. Igen, nemrég beleszaladtam egy magyar fejlesztésbe, amelynek jelenleg tesztelése folyik a részemről. Ez egy magyar cucc, fogok róla kis csoportos foglalkozás keretein belül, akit érdekel arról beszélni, illetve itt van egy hölgy, aki ennek mestere, és akkor ő el tudja mondani, hogy valójában milyen. Nem tudok róla még nyilatkozni, nagyon biztató, egyharmadára csökkenti a gyógyulási időt, ami a makrofágok szempontjából nekünk tök jó, mert Pac-Man kidöglik a pálya harmadánál, és megmenekülnek a lények. Szerintem, hogyha végigmegyek, fogok kontrollcsoporttal, illetve tesztcsoporttal dolgozni, most kimegyek Svájcba, és a vendégeimmel fogom kezeltetni vele, erről fotóval dokumentálom az eredményeket, és hogyha valóban olyan, akkor fogom számotokra prezentálni, és akkor reméljük. Szerintem egyik legjobb utókezelő cucca lesz, hogyha beválnak tényleg a remények vele kapcsolatba. A teljes gyógyulási idő az olyan 7-9 hónap is lehet. Tehát ez azt nem azt jelenti, hogy addig gennyedzik,
hanem ez idő alatt nő vissza a bőr, regenerálódik teljes mértékben. Ilyenkor nagyon kell rá vigyázni. Amíg nincsen épp bőr, addig egy naposztatás az 10-szeres károsodást okoz rajta, nem tud védekezni a szervezet, illetve nagyon könnyen megég, ezt majd a utóéleténél fogom tárgyalni, hogy miért nagyon-nagyon fontos. Ezt a folyamatot lehet csökkenteni, esetleg ilyen bioptronlámpa, meg ilyenekkel. Nyilván ezt nem azt mondom, mindenki vegye most vadul bioptronlámpát, de akinek van, az akár használhatja is, vagy mondjuk a vendégnek van, vagy egy vendég ismerőség, hetente egy ilyen bioptronos kezelés felgyorsítja a bőregenerálódó folyamatokat, és akkor nem kell egy évig rá nagyon vigyázni. De azt mindenki mondja, az első év nagyon fontos, nagyon meghatározó. Az első évben vigyázva van a tetoválásra, akkor sokkal tartósabb lesz idővel. Utóélete. Átgondoltuk, megrajzoltuk a tetkót, megvettük a legjobb tintát, becsülettel bevartuk, figyeltünk a gyógyulásra, majd a mak elmegy Egyiptomra, és 2 hét alatt ennyi volt. Hát ezért kell igen drágán varni, hogy akkor, ha már elmegy, akkor legalább az ára miatt értékelje, hogy ne rontsa el. De mi történik egy napozás vagy egy szoláriumozás alatt, mert mondjuk, hogy ne szolíztas, de miért ne szolíztas? Tudományos szinten mi történik, amikor szoláriumozza vagy naposztatja valaki a tetoválását? A tetoválás erős, magas infra napozáskor. A tetoválás erős, magas infra és alacsony UV fényterhelés kap. A magas frekvenciákat a sötétebb felületek, tehát mondjuk a feketék, ezért van ez a napradagadó fekete, az égés amúgy, de majd mindjárt kitérek rá. A sötétebb felületek ezeket a frekvenciákat sokkal jobban elnyelik, és úgy működik, mint egy olyan frankó infralámpázáskor, egy ilyen bőr alatti égés keletkezik. Tehát te még nem érzed a saját testeden, hogy megégtél, de a tetoválásod és környéke már szarrá égett. Mi történik? Égés van, aktunk, jönnek a pekmenek és bontanak. Ráadásul ilyenkor erős UV-terhelést is kap, ami ezeket a pigment golyókat repeszti meg, hullik le ez a golyóról, hullik le a kis a pötty, jön pekmen és bezabálja. Tehát azért zabálja föl egy nyaralás alatt van, hogy a fele tetkó eltűnik egy nyaralás alatt. Hogyha nagyon erős ez a terhelés, akkor így ez az oka, hogy miért csesződik meg a tetkó. Hoppá, elvesztettem a fonalat, szokászeny. Ja igen, hogy felforrósodik. Mit lehet tenni ez ellen? Javasolom, a Egyiptomban nagyon jó pincék vannak biliárdasztallal, van bár. Illetve, hát hogyha az első évben megy nyilván, akkor. Volt egy vendégem, egy ideig húzkodta magára a levágott végű zoknit, aztán azt is elhagyta. Tudnak rá vigyázni, nyilván aki napőrült, annak nem javasolt, hogy szénné varrassa magát, vagy ha bevállalja, akkor vállalja azt is, hogy 3 évente újra varratja. Nem tudunk mit csinálni vele. Van a Neutrogén a gyárt. Ja, igen, hát egy ilyen before after, tudod, kapott vagy 10 000 lájkot a bal, és egyet se a jobb. Ez az, amikor nem sikerül a bejuttatni annyit, és úgy. Szerintem itt valószínűleg volt egy kis gyógyulási hiba is. Nem tudom, miért történhetett, ezt azért raktam be. Igen, itt látszik, hogy gyógyulási hibák voltak, és hát valljuk be, megjelentek a makrofágok, és fölzabálták. Azért ott szépen van benne fekete, meg kontraszt. Lehet, hogy van egy kis Photoshop is benne a lájkok miatt, de valószínű meg is dolgozta egy picit, de azt belülről kajázták fel véleményem szerint. Ezt azért raktam el, csak nem mutattam meg. Neutrogén a termékbemutató 100-as. Nem lehet kapni, Amerikából kell rendelni. Ha valaki bevállalja, hogy rendel egy dobozra, az rakja föl valamelyiken tetkós csoportra, biztos, hogy elkapkodják. Nem tudom, miért nem lehet Európába kapni. Tök jó, ez olyan... Igazából azt szoktam mondani, hogy olyat érdemes venni, hogy menj be a gyógyszertárba, és kérjed, hogy albínó gyereked van, annak kell naptej. Tudod, ennyi albínó gyerek? Nem tudom, majd javasolom valamelyik Sebinek, vagy az Iminek, vagy mit tudom én, a kisfőnöknek, hogy szerezze be. Szerintem menne, mert ha már ennyit kifizet, ennyit kiáll fájdalomba,
vannak egy csomóan, akik tök szívesen vigyáznának rá. Jelenleg 50 pluszos a legjobb, az se rossz, már jobb, mint a semmi, de azért a 100-as a tuti. Védje őtől a bőrét, tehát hogyha tetovált emberünk, menjen be, sűrűbben merüljön, ne feküdjön órákig kint, ne aludjon elberúgva a napon. Mit tudom én, vigyázzon rá, ne égjesse meg, mert akkor elkezdődik a folyamat. Ezt figyelj, varsz egy embert, mit tudom én, 5x4 órába, azért 20 óra elég arra, hogy behipnózzál valakit, nem, hogy csinálja, amit mondtál neki. Nem, meg lehet csinálni rendesen. De igen, 2 hétig biliárdozzon az alaksorba. Testápoló mértékkel jó, tehát az igazából nincs a színnel kapcsolatban. Annyi, hogy áttetszőbb lesz a bőre, és akkor jobban virít. De én azt vettem észre, túl sokat kenik, ott máshogy a belső sebesedés miatt máshogy szívja magába a vizet, kidudorodik, elkezd viszketni. Mértékkel jó a testápolózása is, hogy szép legyen, de hát nyilván mindenkinek van tetkója, tudja, hogy mennyit bír el. No, nagyjából kész is lettünk, képzeljétek el. Hát az időállóságról ennyit tudtam elmondani. Mennyi lett időtartamba? Osztó! Jó. Jók vagyunk. Én lehet, hogy azt tenném, terveztem, hogy legyen még valami. Lehet, hogy tartsunk egy szünetet, én is iszom egy kortyot. Majd meg pihenek. És aztán ilyen kis csoportos foglalkozás keretein belül lenne ilyen kérdezfelelek rész, azt a szünet utára raknám, akinek van esetleg technikai vagy bármilyen kérdése. Illetve ami még volt, az elmúlt években el voltam kicsit tűnve, fejlesztettem egy tápegységet, iTattoo-nak hívják, okostelefonról megy, nem az iPower, ők ellopták az ötletet, de tök mindegy, ez egy ilyen magyar sztori. Ezt megcsináltam, esetleg akit érdekel, azoknak bemutatnám, miért jó, meg hogy így mik vele a tervek a fejlesztésével folyamatban. Esetleg átbeszélhetjük, hogyha valakit érdekel még pluszba oktatáshoz, akkor hogy tud zajlani, illetve lehet erről a magyar cuccról is kérdezni. Én azt javaslom, hogy tartsunk egy szünetet. És köszönöm a figyelmet, aki esetleg elmenni.